alkalomból szervezték ezt a borkóstolást? Ezt a borkóstolást Márton nap alkalmából szerveztük. Márton nap mindig az új bor nap az ünnepe, amikor először megmutatják a boráncok a borokat a fogyasztóknak. Ez tulajdonképpen egy büszkeség, hogy hogyan is állnak ebben az évjáratban. És a libás ételeknek. Sajnos itt mi libákat nem fogunk a tára vetni, de van sok más finomság is. Hány borászt hívtak meg, és csak egri borászokat? Természetes, hogy csak egri borászokat hívtunk meg. Mindenkit meghívtunk, akinek van új bora. Tehát aki új bor, az ugye azt jelenti, most a primőr bor, a friss borról van szó, ami 2006-os évjáratú, ugye néhány hete, egy hónapja, vagy maximum két hónapja született szőlőből készült, és már kierjedt és fogyaszthatva. És általában fehér vagy vörös borok vannak nagyobban? Mind a kettő, vegyesen. Tehát vannak olyan szőlőfajták, amik viszonylag korán érnek, és maga a bor is elég korán elkészülhet belőle. Mondjuk az Oporto, ugye, amit ma már úgy hívnak, hogy portugízer. Mi Oportónak szeretjük azért nevezni, cserszegi fűszeres, vagy a zefír. Többnyire ezek azok. Talán van olyan, akinek cvejgeltje van, de abban nem nagyon bízok. Oportó többnyire. És a vendégek, akiket meghívtak, ők így honnan érkeztek, vagy hogyan válogatták őket, akik ide jöttek? A vendégek is olyanok, akik, hogy is mondjam, csak igazán borkedvelők, vagy borszeretők, és a város szülöttei, illetve nem csak szülöttei, vagy nem szülöttei, hanem itt dolgoznak, tehát esetleg valamilyen kereskedelmi, vagy ipari képviseletnek a vezetői, és tehát szeretik és támogatják az egri borokat, a borászatokat és magát az egri borvidéket. Most először rendeznek ilyen borkóstolást, vagy már ez több éves hagyománnyal rendelkezik? Ez több éves hagyomány, de mivel mi? Ugye egri borvidéket alapítvány július óta működik itt a házban, nekünk ez az első eseményünk, de én úgy gondolom, hogy Egerben sem volt ez mindig divat, az utóbbi egy-két évben lett igazán népszerű ez, mert Magyarország más tájékain már eléggé elterjedt volt, de Egerben eddig a mai napig, úgy gondolom, hogy ez az az év, amikor igazán megmutatkozik az, hogy emberek komolyan odafigyelnek már Egerben is erre a dolgokra. Hát akkor az alapítvány most először szervezte ezt a rendezvényt, és jövőre terveznek újabbat? Természetesen. Az alapítvány most szervezte ezt először, és jövőre is szeretnénk ezt a dolgot megrendezni. De, hogy mondjak egy érdekességet, ebben az évben, körülbelül egy hónap múlva tervünk van egy olyan kóstolásnak a megszervezésére, ami egy 10 évre visszamenő kóstolás lesz, tehát ugye most 2006-ot élünk, és előtte pedig 1996 volt, ugye 10 évvel ezelőtt. Mi szeretnénk olyan borokat bemutatni, illetve megkóstoltatni, amik 10 évvel ezelőtt már készen voltak, illetve egy kicsit korábban is, tehát akinek volt már magántermelőnek korábban is bora, mint 1996, akkor kérjük szépen, hogy mutassa be, és amellé pedig tegye mellé a 10 évvel idős, fiatalabb társát. Tehát ha valaki egy 96-os, nem tudom, kékfrankossal előjön, és esetleg már van neki 2006-os kékfrankos, ami kierjedt és fogyasztható, bár nem vagyok benne biztos, azt is szívesen látjuk, de ha nincs, akkor a 2006-os új borát tegye mellé.